Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel üdvözlő körünkben az est vendégét, Róni Gábort, akinek egy nagy köszönöm szépen. És hadd mutassam be, most csak azért mondtam a Gábort előre, mert az udvariasság miatt a Mónak kellett volna bemutatnom először, de gondoltam, hogy most kivétel tehetünk, úgyhogy mi is Móni, aki ennek a filmnek a producere és régi munkatársa a Gábornak. Én majd le fogok menni oda a nép közé, és igyekszem onnan majd közvetíteni a nép akaratot, úgyhogy kicsit magatokra hagylak benneteket itt, de nem nagyon messzire megyek. És az első kérdést azt még itt fölteszem, mert az kettőtökre vonatkozik, és tulajdonképpen azt szeretném, hogyha azt elmondanátok az elején, hogy honnan eredeztethető a ti munkakapcsolatotok, és szóval, hogy ennek a filmnek az előkészítése az hogyan alakult ki, vagy hogy jött létre közöttetek, tehát mi volt itt a szerepoztás, vagy hogy kezdődött ez a történet. Azt elmondom, mondom, hogy nem emlékszem. Hát mi már kb. 18 éve vagyunk barátok, egyidősek a gyerekeink, úgyhogy nagyon szoros barát és munkakapcsolatban vagyunk. És hát tulajdonképpen a diplomafilmünket is együtt készítettük, a bűvészt. Ezt mikor csináltuk? 97-ben talán. 97 talán. Jó, igen. De jó régen, 96-97. És akkor jártunk együtt külföldre dokumentumfilmeket forgatni, tehát rengeteg mindent forgattunk. Majd hát szóba került, hogy most már kéne egy közös nagyjátékfilmet csinálni. És akkor Gábor előállt ezzel a Konyec című filmötletével, illetve nem is az ő ötlete volt, hanem egy Pozsgai Zsolt nevű drámaíró kereste meg, akkor még Makacs Alkony, az volt a címe az ő írományának. És hát elkezdtük ezt a forgatókönyvet fejleszteni, nagyon tetszett ez az időszál, hogy van egy idős házaspár, akik nagy tisztelettel és szeretettel beszélnek egymással, és ilyen konzervatív, kedves emberek, és akkor egyszer csak belecsöppennek olyan helyzetekbe, ami be, ugye, tehát egyáltalán nem számíthatunk arra, hogy egy idős házaspár ilyen helyzetekbe kerül. És akkor elkezdtük fejleszteni a forgatókönyvet, illetve később bevonódott Lovas Balázs, aki aztán ezt a filmet megírta, ami ide a vászorra került. Igen, az írás az úgy nézett ki, hogy egy darabig együtt dolgoztunk a Pozsgai Zsolttal ezen a könyvön, de ő egy bizonyos pillanatban már nem akart ezen többet változtatni, de még kellett sok mindenen változtatni. Csak azért mondom, mert könyörtelenül tényleg a forgatókönyveket mindig addig kell írni, amíg kész nem lesznek, és persze sose lesznek kész, tehát amikor leforgatjuk, akkor azt mondjuk, hogy kész van, de aztán rájövünk, hogy még lehetett volna ezen dolgozni tovább is, de hát egyszer csak le kell forgatni. Minden esetre ő aztán már nem mutatkozott nyitottnak a további változtatásokra, és akkor lett az a fordulat, hogy fölkértük a Lovas Balást, aki akkor egyike volt azoknak, akik már így kvázi profi forgatókönyvíróként működtek az országban, és ezt a formáját, amit láttatok a könyvnek, vele együtt dolgoztuk ki. Igen, azt akartam én is kérdezni, hogy ez egy olyan sok rétegű történet, vagy forgatókönyv, aminek van egyszer ez a krimi szála, vagy az akciófilmes szála, vagy ez a Bonnie and Clyde-os rétege, meg van egy szoció része is, van egy magánéleti dráma is, és aztán egyre inkább egy ilyen szarkasztikus humor is megjelenik benne, ami ilyen nagyon rád jellemző dolog, hogy ezek az elemek mennyire voltak készen az eredeti forgatókönyvben, vagy mennyi az, amit aztán te adtál ehhez hozzá? Hát
Ezt nem lehet megmondani, főleg ennyi év távlatában, mert ezek beszélgetések, aminek során jutnak eszünkbe dolgok, aztán, hogy pontosan kinek mi jutott eszébe, ez nagyon nehéz megmondani. Még akkor sem, amikor épp a fejlesztés végén vagyunk, nem hogy ennyi év távlatából. De az biztos, hogy az eredeti történet az egy sokkal inkább művészfilm gyanús valami volt. Persze voltak nyilván benne már vígjátéki elemek, meg nyilvánvalóan az alapsztori, tehát a két nyugdíjas bűnöző válásának az alapsztori az ott volt, és a két párhuzamos szál is megjelent, de nem ilyen arányban. Nagyon sok mindent változtattunk az arányokon például, tehát hogy a rendőrpár és az öregek ritmusa aránya a filmben, hogy legyen, mint legyen. De én ezt nem tudom megmondani egyébként, hogy mi az, ami nekem köszönhető, és mi az, ami a Lovas Balázsnak, és mi az, ami a Mónikának, és mit számítom. Mennyi idő volt ez a forgatókönyvi fejlesztés? Hát ez egy olyan két év, nem? Mert hogy ugye másfél év, mert ugye elkezdte a Zsolt, és ott annak az volt az érdekessége, hogy inkább az idős házas pár történetére fókuszált, és a fiatal rendőrpárosnak a szála az sokkal kevésbé volt domináns. Hát ez egy segédszál volt, ami az ő menekülésüket volt hivatott szolgálni, de ezt például muszáj volt felállni, felhúzni, hogy ezek egyenrangú, vagy mondjam, egyenrangú szállat. Hány verzió volt a könyvben? Hát egy jó párat irogattunk folyamatosan. Hát az eredeti, amit a Zsolttól én kaptam, azt nevezzük egynek, akkor mondjuk 7 biztos. És ő is irogatta egy darabig. Amikor már beadtátok, mert ez még MMA-s pályázat volt, akkor utána még változott a könyv, vagy akkor az már maradt a végleges? Akkoriban még nem, azt hiszem, hogy tehát nem volt olyasfajta lezárása egy fejlesztésnek, hogy akkor ez mostantól kezdve megadjuk a gyártási támogatást, és innentől kezdve ez van. Tehát azt hiszem az utolsó pillanatig variáltunk. Meg én azt nagyon szeretem, és ezt figyelmetekbe ajánlom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogyha már vannak színészeitek egy filmtervhez, hogy velük együtt végig kell menni az egészen, már hogy ami őket illeti, vagy érinti, vagy érdemes, mert nagyon-nagyon sokat csiszolódnak a dialógusok egy ilyen próba folyamat során, amikor a színészek elkezdik mondani azokat a mondatokat, amiket már eddig sok változatban leírtunk, és úgy gondoltuk, hogy tök jók lesznek, és akkor kiderül róluk, hogy ilyet ember nem mond, meg nem így, meg nem úgy. És akkor ezzel a próba folyamat során így kicsiszolódik egy sokkal inkább használható dialóg, mint amit a... Persze van, aki nem azt mondom, hogy nincs olyan, aki egyből zseniális dialógot ír otthon egyedül, de nekünk ez így bevált módszer volt. Még az is érdekes lehetne, hogy most ez még egy ma már nem létező pályázati módszer, de nincs kizárva, hogy ismét egy valamikor majd egy demokratikus módon, vagy a szakma inkább saját maga dönti el, hogy milyen filmek készülnek és mi nem. Tehát ez folyamatosan változik mindig, hogy éppen milyen szisztéma van. Hogy azért az tanulságos lenne, hogyha elmondanátok, hogy abban az időben hogy lehetett ezt, tehát amikor az ugye úgy működött, hogy az MMA-ban egy szakma által választott kuratórium, vagy egy kollégium döntött arról, hogy milyen forgatókönyvekre adnak támogatást, vagy milyen filmek megvalósítására adnak támogatást, és hogy ez hogy volt? Akkor voltak ilyen pitchingek ott is, és hogy ez tehát hogy zajlott ez pontosabban? Úgy volt, hogy pályáztunk a forgatókönyvvel, hogy nem volt forgatókönyvfejlesztési szekció, hanem bepályáztunk, és vagy kaptunk gyártási pénzt, vagy nem. És akkor hát ez még mindig nem volt elég arra, hogy a film elkészüljön, ezért el kellett menni mindenféle szponzorokhoz, például a tévétársaságokhoz pénzekért, és akkor itt merül fel az a kérdés például, hogy én ugye ez a TV2 volt az egyik főszponzor, oda mentem el, és ott leültek velem beszélgetni, és az első kérdésük az volt, hogy akarom én eladni egy öreg házaspár történetét. Hogy ez a kutyát sem érdekli, és hogy legalább erősítsük már meg
a másik szállat, ahol két fiatal van. És akkor jártam a szponzorokat, és ez az óhaj, ez több helyen elhangzott, hogy a kutyát sem érdekli, azt, hogy mi van az öregekkel. És akkor hát kénytelenek voltunk ezt is azért belemenni az írásba is. Persze jól döntöttünk, hogy felfejlesztettük a rendőrpárosnak a szálát, de hogy ez is tudhatni a forgatókönyv alakulására, hogy ezek a piszkos anyagiak, de hát ebből készül a film, úgyhogy muszáj odafigyelni. De milyen volt egyébként a nézettsége aztán a filmnek? 100 000? 100 fölött volt, 100 fölött. Nem sokkal. De Japánban is nagy sikert. Igen, Japánban főleg. Jó, közben, hogyha valakinek van kérdése, nyugodtan tegye fel a kezét, még azért figyelek benneteket is, és akkor most nem akarom teljesen elvenni tőled a szót, mert te nagyon készültél kérdésekkel, úgyhogy... Ja, hogy én kérdezzek. Kérdez. Ja, és még mielőtt a múlva kérdezne, ami vicces lesz, mert mindent tud róla. De már csomó mindent elfelejtettem, mert 8 éve készült. Azt szeretném mondani, hogy szerepel a filmben Joko Rossics, aki néhány hete meghalt, és szeretném, hogyha emlékeznék rá egy pillanatig. Szófiában élt, már nagyon régóta, amikor mi forgattunk, már akkor is onnan jött. Ő egyébként, nem tudom, tudjátok, hogy rengeteg magyar filmben szerepel. Igen, én is forgattam. De mit? A Vadon című filmben volt neki egy nagy szerepe. De volt ő betyártók ezzel minden magyar filmekben. Szomjas Gyuri filmjeiben előszeretettel. Nagyon az például. És nem tudott magyarul, de megtanulta a szavakat. Meg a rossz emberek. És elképesztő energiájú, csodálatos lény, úgyhogy nagyon örülök, hogy ismerhettem. Én most kérdezek. Hát ilyeneket írtam föl magamnak, hogy tényleg miért ezt a témát választottuk első közös nagyjátékfilmünknek? Hát számomra nagyon egyszerű válaszolni egy ilyen kérdésre, mert hogyha elolvasok valamit, és itt, valahol itt, ebben a részen érzek valami nagyon erős fizikai érzést, az azt jelenti, hogy akkor azzal muszáj lesz valamit kezdeni, vagy hát legalábbis meg kell próbálnom. És ez a könyv az azonnal kiváltotta ezt a fizikai érzést bennem akkor, amikor először elolvastam, és akkor el is vonultam vele egy vidéki házba hetekre, és ott próbáltam ebből akkoriban inkább még ilyen, mondom, ilyen művészfilmes, kicsit színházi attitűd, mert Pozsgai Zsolt inkább színházi szerző, azóta is az. Tehát, hogy nagyon sok minden volt, amit meg kellett, ezt lehetett látni, változtatni, és akkor így együtt ültem ezzel a könyvvel, ilyen nagyon hideg volt, ilyen kandallóval dobáltam falsábokat, és próbáltam kitalálni, hogy lesz ebből jó forgatókönyv. Persze én magamtól még nem tudtam erre rájönni akkor, de hogy így kialakult egy nagyon erős viszonyunk ezzel az anyaggal, és én biztos voltam benne, hogy ez jó lesz. Hogy hogyan, abban nem, de hogy jó lesz, abban biztos voltam. Annyira erős hatással volt rám az, hogy ez egyszerre tud humoros, érzelmes, drámai és olykor kacagtató, olykor meg torokszorító lenni, mint ahogy a jó dolgok azok általában ilyenek, hogy nem egy zsánerűek, hanem úgy össze vannak gyúrva többféle dologból, az élet is ilyen. Ez a történet nagyon adta magát egy ilyen filmet. Igen, emlékszem, hogy engem is nagyon megmozgatott, pedig azért egy jó pár forgatókönyvet olvastunk már azelőtt, és egyik se ragadott meg minket ennyire, mint ez a téma. Engem mindig vonzott az, amikor bizonyos karakterek merőben másképp cselekednek, mint amit elvárnánk tőlük. Tehát itt ez a decens, idős házaspár elkezd mindenféle bűnös dolgokat csinálni, és hogy ez nagyon, nagyon izgalmas volt. Igen, meg még az is, hogy tulajdonképpen azért, tehát most is, ahogy most megnéztem, nagyon rég láttam már, és azon gondolkodtam közben, hogy azért ez bizonyos szempontból necces történet, tehát ezt nagyon rosszul is meg lehetett volna csinálni. De közben nagyon aktuális, nem? Ugye most meg aztán főleg, hogy
egyre rosszabbul élnek. És továbbra is fel kell hívni a figyelmet. És milyen érzés volt nézni most itt nézőkkel együtt a filmet így pár év után? Nagyon jó volt, mert úgy működött, ahol kellett neki is. És azt érzékeltem, hogy most már én is tudom ennyi év távlatából nézőként nézni. És azt régebben nem tudtam még, amikor még jobban benne voltam. Tehát most már úgy meg tudtam feledkezni magamról. Én is azt éreztem most, hogy most ez tényleg úgy működött itt a teremben, mint egy igazi mozi, mert nem is emlékszem, hogy melyik vetítésem volt ugye ennyire együtt a lentülő nézősereg a filmmel. Szóval itt nagyon jól együtt lélegeztek vele. Azt szeretném kérdezni, hogy ha nincs kérdés, van kérdés valakinek? Jó, akkor majd lesz később. Ugye te úgy kezdted el a főiskola után a pályádat, hogy elkezdtél reklámfilmeket csinálni. Nem, videóklipeket csináltam sokat. Még a főiskola előtt is, meg alatt is sok videóklipet. És utána lett a borrelle. Te a stábfilm előtted? Igen. Hát az olyan régen keletkezett, ez most, épp most találtam meg az alapítók, illetve az 25 éve volt, amikor ezt bejegyeztük kulturális egyesületet. Annak, mint alapító tagja voltál. Igen. Akkor azt, ez a Patos Gyuszi volt benne? Igen, Szatmári Péter, a Szolai talán később, Bergendi Péter, ő is talán később, de voltak benne színészek is, akkor még meg egy csomó mindenki, aki most már teljesen szanaszét van. Nem is a szakma része. Ez akkoriban egy ilyen nagy lelkes felindulás volt. Igen, de aztán nagyon hosszú éveken keresztül, igen, volt egy ilyen klippes időszak, és aztán utána viszont talán a legnépszerűbb vagy legsikeresebb reklámfilmes cégké vált. Tehát nagyon sok, ti csináltátok a legtöbb. Hát egy időben sokat, bár szerintem a Herendi mindig többet csinál. De nem is komolyan, tehát nem voltunk mi soha annyira piacvezetők, viszont tényleg sokat, sok mindent csináltunk sok év alatt, mert mi öten voltunk alkotók. Ez egy olyan cég volt, ahol 3 rendező és 2 operatőr voltak a tulajdonosok. És így ezért sok mindent csináltunk. Igen, de a reklámfilmpiacon az, hogy sikerült kialakítanatok egy profilt, hogy ti milyen fajta filmeket csináltok, és azt általában nem sikerül keresztül vinni egy ilyen alkotói karaktert a reklámfilmeknél, mert annyira az ügynökség által diktált igények vannak a filmekkel szemben, hogy nagyon az alkotói oldalnak az elképzelésé nem nagyon kerülnek bele a filmekbe, nálatok pedig egészen bátor és különleges és ritka filmek készültek reklámfilm. Hát egy darabig, de most már aztán nincs semmi. Hát volt egy ilyen hőskorszak. Igen, de most, tehát hogyha most erről van szó, röviden, csak röviden elmondom, hogy az az érzésem, hogy olyan szinten az ügyfelek kezébe került az egész reklámpiac, tehát úgyhogy az ügynökségi kreatívoknak a elképzeléseit sem veszik figyelembe, az ügyfelek kizárólag a saját elképzeléseiket tartják szem előtt, és azért meg is látszik ez a filmeken, tehát nagyon-nagyon ritkák azok a reklámok mostanában, amiben még némi kreativitás felfedezhető. Most én azért tereltem csak erre a szót, mert arra lennék kíváncsi, hogy ebből azért tényleg egy komoly iskola ez a reklámfilm készítés, tehát egy ilyen gyakorló tere, hogy te mit tanultál belőle, illetve mi az, amit akár ezen a filmen is felfedezhető, hogy ez az előiskola kellett, vagy mi az, amit így be tudtál építeni azokból a tapasztalatokból, amit ott szeretnél? Szerintem nagyon fontos például egy dolog, ami nem konkrét szakmai tapasztalat, hanem egyszerűen az, hogy az ember nem fél forgatni, mert hogy sokat forgat. Tehát, hogyha van az embernek rutinja, akkor nem tölti el olyan erős szorongással, amikor ki kell menni egy 70 fős tábel, és mindenki nézi, hogy ő mondja meg, hogy mi legyen. Tehát ez például borzasztó fontos, hogy amikor az ember dolgozik, sok mindent csinál, akkor ez a para nincs annyira. Van azért egy cél persze, de annyi meg kell is belőle.
De viszont, tehát konkrétan ebben a filmben meg így nem nagyon vannak reklámfilmes fogások, mert hogy itt pont az volt az én alapvető elképzelésem, hogy tartsunk egy ilyen tiszteletteljes távolságot a mint filmkészítők a jelenetektől. Tehát, hogy nem ásszunk bele pontosan, hogy ne csináljunk ilyen hatással ezt beállításokat, és ne legyen ez annyira szétsnittelve, és vágva, és személve, és zörejezve, hogy ilyen nagyon... Tehát, hogy ne hatást vadászunk, hanem csak egyszerűen adjuk a jeleneteket működni, mert ha jók, akkor azok jók messzebbről is, és akkor nem kell a filmkészítő jelenléttel olyan tolakodóan belemenni a jelenetek intim szférájába, és szerintem ez jót is tett neki. De ez viszont pont az ellenkezője a reklámos attitűdnek, a reklámban általában pont az ellenkezőjét kell csinálni, ott hatást kell vadászni. Igen, most így nézve ezt a filmet, eddig nem is tűnt fel nekem ennyire, mint most, hogy szinte 90%-ban fix beállításokból. Csak akkor mozgattuk a kamerát, amikor az autó ment. Ez alapelv volt. Na, és igen, tehát hogy erről egy picit még mondanám, hogy miért találtátok ezt ki, hogy ez volt, vagy... Tulajdonképpen ez van mögötte, amit... Hát van egy nyugdíjas lassúság éppen a dologban, mert hogy ugye a főszereplőink személyiségéből vagy lényéből fakadóan ez nem lehet egy pergős, mozgós film, hiszen ők is lassúak. És azt találtuk ki a Szatyorral, a Szatmár Péterrel, aki az operatő, hogy tényleg csak akkor mozgatjuk a kamerát, persze svenkek voltak, de hogy akkor kocsizunk, vagy akkor csinálunk látványosabb kameramozgást, amikor megy az autó, mert így, akkor ez tényleg ezt a rómúviságot beleteszi, de amikor nem kell, akkor csak úgy öncélúan nem fátolgatunk jobbra-balra, hanem igyekszünk megtalálni azt a szöget, ahonnan az a jelenet jó. És tényleg, tehát plánokban is elég szolidan igyekeztünk, tehát nem vettünk föl mindent 6 szögből és 7 pálámból, hogy majd meglátjuk, hogy lesz, hanem inkább kitaláltuk előre, hogy nagyjából mi kell egy jelenethez, hogy meglegyen, és azt a pár dolgot viszont fölvettük alaposan. Szerintem beszélgessünk kicsit arról, hogy hogyan válogattuk ki a színészeket, mert ez is egy elég hosszú procedúra volt, ugye nem, sokáig nem találtuk őket. Én életemben még említ nem voltam színházban, és mindenkit megnéztem ebben a korosztályban, aki még élt. És aztán egy időben tényleg az volt az érzésem, hogy bajba leszünk, mert mindig volt valami probléma. És ez nagyon az öregre volt. Igen. Én nagyon-nagyon megnyugodtam, amikor kimentem a Budaörsi játékszínbe megnézni az Egerek és Emberekben a keresemért, akiről azt tudtam, vagy meg emlékeztem gyerekkoromból, hogy ő ilyen versmondó ember volt a nagy állami ünnepeken, meg hát tehát nem volt ő egy egyértelmű pozitív figura. De nagyon jól utánoztott a Gálvölgy, az arról volt híre. És akkor megláttam keresemét, az ő maga valójában 83 évesen abban a darabban, és akkor úgy éreztem, hogy igen, megvan. És aztán elhívtuk, persze minden jelöltet elhívtunk próbafelvételre, kaptunk egy pici színházat valahol a belvárosban, Spinoza házat. És ott hetekig próbákat csináltunk, tehát bizonyos jeleneteket a filmből kiszedtünk, és azokat próbáltuk el a jelöltekkel. És amikor Emil meg Teri egyszerre kerültek ott helyzetbe, akkor pedig még az a elképesztő dolog is megtörtént, hogy létrejött köztük az a furcsa kémia, amitől egy pár elhiszel, hogy ők egy pár. És nem merül fel a kérdés, hogy most ezeket a hülye filmesek nyomták itt össze ebben a dologban, hanem valahogy olyan nagyon magától értetődően voltak együtt. Igen, és már emlékszem, mikor mondtad, hogy megvan a főszereplő, kérdeztem, hogy kicsoda és hány éves, és akkor kicsit úgy meg is ijedtem, hogy annyira idős, hogy
hogy fogja bírni a forgatást, meg hát, hogy milyen egészségi állapotban van. A gyártás, ez komolyan szorongott. Hát igen, mert nem biztosították a filmet. Meg fog halni, hogy legalábbis infarktusban a forgatás. Nem mondtak. De ugye be kell biztosítani a filmet különféle biztosítótársaságoknál, és bizonyos kor fölött nem biztosítanak. Tehát ez egy nagy rizikófaktor volt, hogy elmerjünk-e indulni. Igen. Hogy bármi történik, elesik a forgatáson, egy szomnyaktörést kap, és akkor mit csinálsz? Le van forgatva a fél film, és kész. És akkor nem tudom, vettem egy nagy levegőt, és akkor azt mondtam, hogy menjen persze. De azért izgultam végig. De jó döntés volt. Uh-huh. Semmi bácsi nagyon fickósan végigcsinálta az egész előtt, tényleg. Tehát egyébként ezt el kell mondjam, hogy az egész stábban olyan véghetetlen tisztelet ébredt irántuk, mind a kettőjük iránt, és olyan elképesztő fiatalokat meghazudtoló fegyelmezettséggel, energiával, összpontosítással és készültséggel dolgozták végig az egészet. Például az a jelenet, amikor itt a kubai udvarban táncikálnak, akkor effektíve 3 fok volt, emlékszem, és egy szál ingben, és azon gondolkodtunk, hogy fogjuk majd a lehelletüket, és hogy úgy kell világítani, hogy az ott ne annyira látszom, de hát azért valamennyire látszik egyébként. Tehát ráfagyott a szélvédőre a udvaron a forgatás végére. És zokszó nélkül, és meg se fáztam. Igen. Ez egy jó kis forgatás volt. Mesélj egy kicsit a színészvezetésről, hogy instruáltad őket, hogy instruáltad az időseket, és hogy a fiatalokat. Mit mondtál neki? Ennek a próba folyamatnak az is a hozadéka, hogy nem a forgatáson kell elkezdeni megbeszélni, hogy kik is vagyunk, meg merre tartunk, meg miről is szól ez a jelenet, hanem gyakorlatilag már mindenki képben volt, amikor elkezdtünk dolgozni. Aminek az a hozadéka, hogy már tényleg csak a helyzethez kell idomítani az egyébként már nagyjából kitalált és kiérlelt jelenetet, és ezzel nagyon-nagyon sok energiát, meg időt meg lehet spórolni. De ez egy ilyen edzőtáport jelent, hogy elmentetek külön, és akkor ott ilyen volt egy termünk valahol ott a belvárosban, de ez egy másik hely volt, és ott egy csomó ilyen neurologikusnak, meg bonyolultnak, meg vagy összetettnek, vagy nehéznek tűnő, nyilván nem amikor, tehát nem az útzárat, hanem ezeket a finom dolgokat. Azokat így elpróbálgattuk, és mindenki tudta már, hogy ő kicsoda és merre tart ebben a történetben, mikor elkezdtünk forgatni. Egyébként pedig Emil bácsi azt mondta nekem a második, vagy a harmadik ilyen próba után, hogy figyelj, én rád bízom magam, de hogy így bármit mondhatsz, meg fogom csinálni. De viszont, ha hülyét csinálsz belőlem, az rajtad áll, de téged is minősít. És hát ennek volt egyfajta felelőssége, de tényleg így működött. Iszonyatosan figyelt. Emlékszem, hogy elképesztően figyelt, mikor beszéltünk egy-egy jelenetről. Utána elvonult, egy kicsit magában még ezt úgy érlelgette, megjelent, és csinálta elképesztően fegyelmezetten is rosszul. És a fiatalokkal milyen volt a munka? Hát ők ráadásul akkor nem régiben lettek igazából is egy pár, a Sejlüc és a Schmidt Zoli, és nagyon örültek, meg mi is nekik, mert végül is azért az ő párosuk, mivel hogy megnőtt a jelentőséggel forgatókönyvben az eredetihez képest, azért rajtuk is volt teherbőve, de hát... És hát ott is néztünk elég sok színészt. Nagyon sok. És nem találtuk őket, tehát vagy a Júci megvolt, és akkor nem volt párja. Ugye megnéztük a Nagy Ervint, a Rába Rolandot. Sok mindenki. Igen, rengeteg embert. És akkor egyszer csak bejött a Zoli a képbe. De ez egyébként annyira jó, mert amikor az a szereplő jön, és elkezdi próbálni a jelenetet, akinek majd el kell játszani, akkor azt egyszerűen érzed, és akkor volt kémia. Tényleg az ember megnyugszik. Ezekre a kis belső jelzésekre érdemes odafigyelni, általában az ember nem, hát ha csak nincs nagy bajban, és nem fél, akkor nem csapja be magát.
és ezek tényleg többnyire ilyen, egyszerűen csak azt érzett, hogy na ez az. Nem tudott megmondani feltétlenül, hogy miért ő, csak biztos vagy benne. Kicsit olyan, mint mikor szerelmes lesz az ember. Egyébként ez ritka és nagyon jó fajta együttműködés közöttetek, mert az nem sokszor tapasztalható, hogy egy producer tényleg kreatív oldalon is így beszáll egy filmbe, és nem... Ez érdekel a legjobban, ez a rész. Ez nagyon jó. És akkor ezt úgy kell elképzelni, mint ilyen színházi próba folyamatot, vagy föl is vettétek videóra? Fölvettük videóra, és bizonyos dolgokat vissza is néztünk, mi megmutattunk másoknak is, tehát komolyan vettük. Otthon órákat, sőt napokat üldögéltünk, és tekergettünk, hogy ki kivel jó. Na, nehéz volt eldönteni, nem volt egyszerű. De ez érdemes, sőt, érdemes, kötelező, hiszen még sok energiát számít. És rengetegszer visszaívtuk őket, más párosításba kipróbáltuk, és ez lett az eredmény, ami szerintem. Egyébként a forgatásnak is egy nagy, hát ilyen súlya az, amikor, ha ezek nincsenek, ezek a próbák, és én nagyon sokszor mentem bele úgy filmekbe, hogy majd ott a helyszínen kitaláljuk, és gyakorlatilag ez a próba folyamat, amit nem lehet megúszni, tehát valamikor meg kell csinálni, lehet, hogy a forgatáson, de akkor az sajnos abból nagyon-nagyon sok időt elrabol, mert akkor ott kell ezt kitalálni és kialakítani, és akkor ott az egész táv addig vár, és senki nem tud semmit csinálni, és borzasztó. Tulajdonképpen saját magával szúr ki az a rendező, aki ezt arra az időre hagyja, mert utána annyival kevesebbet tud forgatni. Így van, és hogy próbák során még mondom, még nagyon sokat gyógyul a szöveg, meg tehát rengeteg haszna van ennek. Ez például egyébként lehet olyasmi, amit hoztál a reklámfilmből, hogy ilyen biztosra menni, tehát hogy tudni, hogy mit akar az ember. Mert én egyébként nem is merek kimenni egy forgatási napra, én az már úgyhogy nem tudom, hogy aznak miket akarok fölvenni, hogyha tehát hallgattunk nagyon sokszor történeteket, de nagy rendezők is dolgoznak így, hogy fingjük nincs mi lesz aznap, és akkor valami zsenialitás megszüli bennük a pillanatot, és én ezt nem mondom, hogy ez nem jó, de én nem tudok így működni, én nekem muszáj tudnom, hogy aztán persze változnak ezek a dolgok ott valamilyen mértékben nyilván, de azért... A realitás az mindig megszülethet egy... Hát meg egy helyzet hozhat egy újabb ötletet, hogy bármi történhet, csak legyen egy elképzelés a fejünkben, hogy mit fogunk fölvenni mindenki. Aztán, hogyha valakinek valami jobb, még eszébe jutottak, persze, abszolút. Csak azért legyen meg a fejünkben, amitől ez a jelenet mindenképpen működni fog, és ezt mindenképp föl kell venni. Mert különben meg a vágószobában átkozod a pillanatot, mikor megszülettél. Nincs. Van egy kérdésem. Hello. Hello. Kérdésem az lenne, hogy elképzelem ezeket a próbákat, mondom, mindenféle kombinációt így a színészek között. Ez egy elég hosszadalmas folyamat lehetett, és elég sok színészt igénybe vehetett, hogy ez nekik, a kipróbált színészeknek, akik később nem kerültek be a produkcióba, ők ezt... Hogy viselték? Nem azt, hogy viselték, hogy ezért nekik jár valami anyagi járandós, tehát nem, saját érdekükben járnak. Tulajdonképpen azt nem tudom, hogy mondjuk hogy van ez Franciaországban, de itt Közép-Európában szerintem ennek így az a normális menete, hogy a színészek eljönnek, mert tudják, hogy lehet, hogy nem ők lesznek azok, de lehet, hogy ők lesznek azok, és azt is tudják, hogy azért ez nem úgy van, hogy valaki emlékszik valakire egy darabból, és azt mondja, hogy na ezt a szerepet ő neki kell játszani. Persze nyilván ilyen is van, de szerintem ez a kevésebb, vagy a ritkább. Tehát érdemes azzal a konkrét anyaggal megmérni azt a színészt, abban a konkrét pillanatában, amiben most van, nem pedig abban, amire emlékszünk, hogy 2 éve jó volt valamiben, mert ki tudja, hogy azóta mi lett vele. Persze, de egy időben mit kell elképzelni? Tehát milyen hosszadalmas volt ez a próba folyamat? Tehát amikor megbizonyosodtatok róla, és kiesett már mindenki, és arra vagyok kíváncsi, hogy
annak milyen hosszú volt, aki végül nem került be. Tehát ja, nem, hát a kívülállók azok a próbák, amiket mondjuk castingnak hívunk, vagy szereplőválogatásnak hívunk, azok egy pár hét alatt lementek. És akkor utána pedig a kiválasztott szereplőkkel próbáltunk már több jelenetet végig. Tehát a próbára csak egy-egy jelenetet vettünk ki a forgatókönyvből, amikre úgy éreztük, hogy ott ilyen kamarában meg lehet csinálni jól. És akkor azokra néztünk variációkat a különböző jelöltekkel. Ez volt a casting rész, de ez volt a rövidebb, és utána a film többi jelenetét, nem mindegyiket nyilván, de elég sokat pedig egy másik folyamat során már a kiválasztottakkal néztük csak végig. De például volt olyan, hogy szűkítettük a kört, mint első voltak négyen, aztán hárman, aztán ketten egy szerepre, és volt, aki nagyon belejötte magát, és nem ő kapta, és akkor azért az nagy szívfájdalom volt, arra emlékszem. Volt sokféle baj, igen. Ja, és többféle tényleg most. De hát ezeket ki lehet heverni, csak ugye annyira szeretné mindenki megkapni a szerepet, ez teljesen érthető. Nekünk is olyan rossz volt közölni, tehát hogy minket is bántott, hogy mindenki nagyon jó volt, de valaki egy kicsivel jobb. Hát pedig ez nem is, hogy jobb vagy nem jobb, hanem hát arra a feladatra éppen kell, és nem másik. De ezen nem szabad megsérteni. Igen. De mégis volt, akinek sikerült. Igen, és minket meg is viselt, mentünk vigasztalni mindenkit. Azt hiszem a múlt héten békültünk ki. 8 évig tartott. Nem a múlt héten, egyébként nyáron. Van még egy kérdés, ha a forgatókönyvre visszatér, hogy például a kereskedelmi csatornától volt egy olyan igény, hogy ráerősíteni bizonyos szálakra és érdekesebbé tenni ezt az egészet, és kifejezetten az idősek szálára gondolok, hogy a tévés szál a filmbe, az ennek a hatására jött be? Vagy nem. Az nagyon fontos volt kezdettől fogva, hogy attól, tehát ugye ez egy mese, akár is nézzük, az a csajka, az nem tudna ott fölmenni igazából, meg egy csomó minden van, ami mesenszerű. És ezektől a tévés dolgoktól meg mégis egyszerre valószerű is lesz, és ez nagyon jó eszköz erre. Ráadásul azokban az években tényleg ezek az arcok dolgoztak a JTV-ben, meg a TV2-ben. De az az ötlet, hogy abban az aktuális évben aktív televíziós személyiségek voltak, tehát akik akkor látták a filmet a moziban, azok ha hazamentek és bekapcsolták a tévét, akkor ugyanezek a fickók néztek el. Okay, de először úgy volt, hogy bocsánat. A tévés ötlet, hogy megjelenjen egy ilyen irodós szál, az már azelőtt is benne volt, az hogy benne jöttek volt, ilyen igen. Visszajelzések? Igen. Benne volt, de az volt benne, hogy először úgy azt találtuk ki, hogy csak a TV2 lesz benne, mert ugye ő volt a fő szponzor. És akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy lehetne bevonni. Attól ilyen főszponzor szaga lett volna a dolog. Igen, és akkor, hogy vonjuk be a kékfény, mert az pont egy ilyen csapat, aki ilyen bűnügyekkel foglalkozik, meg esetleg még a hírtévét. És ugye ennek azon túl, hogy nagyon színessé vált a tudósítások minősége, meg szerintem nagyon sokat hozzátett a filmhez, tehát nagyon jók ezek a kis blokkok, amiket ezek a tévék megcsináltak. Azon kívül meg produceri aggyal gondolkodva nagy haszna volt, mert ezek a tévétársaságok mind promotálták a filmet folyamatosan. Tehát a hírtévén is mentek folyamatosan a trélerek, a TV2-n is, minden műsorban. Úgyhogy ennek nagy haszna volt, nem csak esztétikai értéke. De volt, amit rájuk bíztatok ebből, vagy mindent itt a rendeztél minden snit? Nem rájuk, de mondjuk, tehát hogy a Hadas Kriszta pontosan hogy fogalmazott, abban azért volt a Hadas Krisztának beleszólása. Abszolút. De te elmondtuk, hiszen ő a saját szavaival tud a leghitelesebben Hadas Kriszta lenni. Ha én írom meg a szavait, ez biztosan lesz jó neki annyira, mint hogyha ő rakja össze a konfiát, és ez működött is jó. Még örülnék, hogyha lennének kérdések is, úgyhogy majd adjátok hátra, mert ott van két jelentkező, és nem csak kérdések, az is, arra is szerintem kíváncsiak lennénk mindannyian, hogyha valahogy reflektáltok a filmre, és hogy nektek most hogy tetszett, vagy milyen érzéssel nézünk. Ja, és egész nyugodtan, egész őszintén. Hello.
piszkos anyagiak lennék kíváncsi, mennyiből forgott a film, és mennyit hozott. Én nem emlékszem. Nekem most el kell gondolkodnom. Szerintem a 270 millió lehetett. Valahogy így. Hát ez 8 éve volt már. Ezt pont nem néztem meg, mielőtt idejöttem. De 205 volt is. 250 és 270 sok. Között. Hát. És hány napot forgattunk? Arra emléksz? 36 vagy? 35-6, nem sokat. Ez olyan átlagos húzás. Igen, akkor az teljesen. Nagyon-nagyon sokat mentünk. Költözködtünk, nem volt az igen, ez drága. Mit hozott, az Magyarországon nem értelmezhető kérdés. Bocsánat, tanulni jöttem. Hát nem, mert az a baj, hogy tehát, hogy ilyen kereskedelmi alapon azért nem lehet nézni a magyar filmeket, mert olyan pici az ország lélekszáma, hogy azon belül a nézőszámot, hogy megszorzod a mozi jegyek bevétellel, az elérhető nézőszámot, akkor nem fogja kiadni azt a költséget, ami részben a gyártási, részben a forgalmazási költség, jól mondom? Igen, bár most meséltem neked azt a példát Csehországból, ami na, nincs messze. Nincs messze Csehország is, ugyanakkor a körülbelül a lélekszáma, mint Magyarországi. És volt itt nem olyan rég egy vígjáték, amit 1.200.000-en láttak a csehek. Igen, és annak a számnak a tükrében izgalmas, hogy már Magyarországon 400.000 nézőt, ha elér egy film, de azok már tényleg az ilyen top nézettségű filmek, amik, tehát a fölé nem nagyon... És az is régen volt. Igen, most tehát most már ilyen, ha 150.000-ig fölmegy, az már egy szép... Tehát oda már akkor iskola buszokat is. Át kéne menni el a csehekhez is megnézni, hogy mit csinálnak ők máshogy, hogy ott ér. Szerintem szeretik a csehek a cseh filmeket nézni. És vesznek jegyet rá, és beülnek a moziba. Lehet, hogy valaki többször is, nem? Még az is lehet, igen. Mert ugye egy mozi egy, ugye mennyibe kerül mondjuk 2000 forint, akkor annak a fele megy a mozihoz, a másik fele pedig a forgalmazó és a producer között osztik meg. Általában, tehát az 50%-nak a 70-30%-a, tehát nem olyan sok. Igen. És ott ugye 100.000 néző után mennyi az a 2000 érdemény? Ó, azt ki tudja megszorozni. Ki tudja megszorozni. 100.000-ször 2000 Egy se. Senki nézni, hogy egy számolok. Nem most lebegünk, ne tudjuk kiszámolni. Nem, hát ez kb. 200 millió, tehát az annyi, annyiba kerül a film. És az még a film... De akkor nem ennyi volt a jegyár, szerintem akkor mondjuk 1000 forint volt. Tehát akkor az mondjuk 100 millió, akkor annak a fele megy a mozikhoz, akkor marad 50 millió, és akkor mondjuk az 50 millió oszlik el a forgalmazó és a producer között. Tehát ahhoz, hogy visszajöjjön a producernek a film, ahhoz ugye hát ennek igen, a többszörösek kell. Mondjuk lehet ezzel már keresni, tehát azért pár millió forintot lehet. De nyilván, hogy... Tehát nálunk azért nem Hollywood van, hogy befektetek pénzt, és akkor visszakapom a többszörösét, hanem itt ugye állami támogatásokból, meg szponzorpénzekből rakjuk össze. És akkor a bevétel egy része meg a produceré. Hát igen, itt az azért olyan furcsa visszás a helyzet, mert azokban az országokban, ahol tud működni egy jól nézett film kereskedelmi alapon is, akkor ott ugye nincs igazán szükség, tehát meg tud állni a maga lábán anyagilag, mert olyan, mint egy jó üzleti vállalkozás, hogy valamennyit befektetnek, és az vissza is hozza. És igazából ott azokat a filmeket kell támogatni államilag, ami olyan műfaj, hogy szeretnénk, hogyha az a műfaj is megélne és virágozna, de az valószínű, hogy nem fog tudni kereskedelmi alapokon működni, tehát támogassuk, hogy ne pusztuljon ki. Nálunk pedig az a furcsa helyzet, hogy azokat a műfajokat is támogatni kell, amik egyébként máshol a saját lábukon megállnak. Ami kicsi a piac. 10 millió emberre csinálunk, és nem több 100 millióra, mint mondjuk Indiába vagy
Amerikában. És nem vagyunk csehek. Igen, ez a papuc. Jó, szóval, igen, ott a mikrofon. Mielőtt továbbadom, azt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen idős színészen, mint az Emil, hogy lehet-e 12 órás munkanapokkal számolni, vagy ezt hogyan jártottátok el? Hát egyébként lehetett, de igyekeztünk úgy csinálni a tervet, hogy azért neki ne kelljen 12 órát állni a vártán. Egyébként fizikailag is, meg szellemileg is nagyon-nagyon jól bírta. Igazából nagyon sokszor azt vettem észre, hogy ő sokkal inkább időben tudja a szövegét, időben kész van, mint néhány mellékszereplő, akik meg, hogy mondjam, tehát egy másik korban nőttek fel. De aztán valahogy az Emil meg a Teri hatására mindenki összekapta magát. Tehát egy elképesztő jó munkamorál uralkodott ebben a munkában, ebben a forgatásban mindvégig, és az egész stáb annyira zukkolt, nem csak nekünk, hanem nekik is, meg. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép emlékeim vannak erről az egész dolgokat. Hát fel voltak spannolva valahogy. Aztán hát nem is volt, egy nagy italom. Nem is volt főszerepe az Emilnek az előtt, ugye? Hát. Ez volt az első. És sokkal inkább színházi színész volt. Egy-két filmben szerepelt a 60-as években, a 70-es években. Tehát őnekik, mind a kettejüknek ez nagyon nagy dolog volt. És sokszor még a forgatás végén, amikor volt ilyen iszogatás estékét, akkor részt vettek, és ott mókáztak velünk. Ki esett le a falról az Emil helyett? Volt egy kaszkadőnk. Volt egy kaszkadőnk, aki leesett. Ki voltam? És volt egy Emil gumimaszkunk is egyébként. Egy ilyen fejre húzható Emil gumimaszk, ami azért kellett, mert volt egy-két ilyen autós jelenet, amikor nem akartuk, hogy ő vezessen, és tágban elment az is. Hát mert volt egy olyan helyzet, ezt akkor meséljük el. Volt egy olyan helyzet is, amikor elvezetett, és a nulladik napon kellett. Ja igen, a nulladik napon. Nem, az történt, hogy ezt a csajkát, ezt a csajkát nagy szerelmesétől. A tulajdonosa nagy becsben tartotta, és szerintem Perzsa szőnyegen áll a garázsban az autó. És lehelgette, szerintem nagyobb becsbe volt, mint a felesége. És nagyon nehezen adta nekünk oda. És ő is állandóan jött, és ott idegeskedett folyamatosan. Na és akkor a nulladik napon, amikor ezeket a fiatal Emiléket vettük föl, igen, a tetőn forgattam. Akkor látom, egy csapat elvitte Emilt betanítani a csajka vezetésre. És nagyon nehéz ezt a kocsit vezetni, mert ilyen hirtelen meglódul előre is, meg hátra is. Hát meg más a váltója, meg minden másra. És a szegény Emil próbált hátrafele menni, de hátrafele menni, és... Egyébként ez tök erős ez az autó, és... Rálépett a rükületbe, rálépett a pedálra, és neki ment az egyik kerítésnek, és meg kicsit összetört a csajkának. Ez egy ilyen furcsa félautomata, hogy vannak benne sebességek is, de csak két pedál van, és tehát megzavarodott egy pillanatra, de hát én is megzavarodtam volna. És amikor fékre kellett volna lépni, akkor gázra lépett, és neki ment a kerítésnek. És neki ment egy kőkerítésnek, és a pasas az mondta, hogy akkor ő most megviszi az autót, nem is akar velünk soha többet találkozni. Hú, és akkor rohanni kellett, és kiimádkozni, és könyörögni. Ez Mónika feladata. Nem is lehetnék nekem megmondani először, de aztán mivel nagy veszélybe került a forgatás, és akkor rohanni kellett. Ja, és Emil bácsi pedig akkor erre rendesen ráparázott, hogy akkor soha többé nem meri ezt be se indítani. Akkor azt is kellett oldani, hogy de hát jó, hát akkor már csak az egyszerű részeknél. És akkor jött az ötlet, hogy csináltassunk egy ilyen maszkot. Gumilyemét. Azt hiszem 600 ezer forintba került, mert emlékszem, mert nagyon drágának találtam. Profi gumilyemét. Pohánok? Persze. Aha, igen. És akkor egy kaszkadőr vezette, tehát vannak olyan távoli részek, amikor nem látszik pontosan, hogy ki ülött, és akkor tehát ő egyszer se vezette a csajkán. És akkor végül is a csajka gazdája hazament, és másnap megjelent egy saját kezüleg esztergált lökhárító elemmel, amit beillesztett a sérült elem helyére. És megígértük neki, hogy akkor ez mostantól kezdve már nem úgy lesz, és minden megígértünk. Hát mert ebben a filmben az autó ugyanolyan főszereplő, mint az érző lények.
ott van hátul kérdés. Igen, nekem, bocs, még az előző témához visszatérve lenne egy kérdésem, hogy ez a 10 milliós piacot, ezt hogy lehet bővíteni? Hát Európára kell kiterjeszteni. Igen, és hogy mi a módszer? Hát koprodukciókat kell készíteni. De eleve a nyelvünk az nagyon lehatárol minket. Tehát a magyar filmeket el lehet ugyanadni, de... Igen, de a témája szerintem az olyan, ami megjelenít Kelet-Európában, más országban is biztos. Igen, hát Prágában is, vagy Csehországban is adták, és nagy sikere volt, emlékszem. Igen, nagy csomány. Jöttek a csehek oda is. És mondom, tehát nem vicceltem Japánban, van 8 hétig vetítették sok kópiával, és aztán a Nippon Air betette a... Tengeren túli repülőjáratot, komment ez a film, igen. És az üzletileg egy jó dolog, hogyha bevonték egy film a... Nem, ez rettenetes nagy presztízs. Nagyon kevés filmet vetítettek repülőkön, aztán még a Kameleont. És nekem van egy nagyon-nagyon szép japán poszterem is, a Konyetsu, a Emil bácsi és a Teri állnak rajta, és csupa bákon-bákon. Egyébként most megvették a most egy pár hónapja Iránba a tévéforgalmazást. Nem állunk meg. Ez egy új hír. És amerikaiak megkerestek, hogy megvennék a remake jogokat. De még nyáron hívtak föl, és akkor mondtam, hogy akkor persze vegyék meg, de aztán nem jelentkeztek. Megvették a Nikita remake jogait, és milyen rossz filmet csináltak. Ebből is tudnám. De aztán ők eltűntek, úgyhogy nem... Jó. Ott van egy kérdés, ugye álltok? Igen. A filmet, amit említettél, az a Serák, ugye? Apa és fia, az üveg, cserevüveg, 2007-es, 8-as film. Ugye arra gondolt az 1 milliós nézettségű Csehországban? Őszintén szólva... A nagyon jó végjáték. Azt hiszem, igen. Vessük össze az, hogy ezt nálunk 40 ezeren nem nézték meg. Ilyen napon büszke lesz magad a te filmedet, több mint 100 ezeren látták. Tehát ez Csehországban több mint 2 film, jó, 2 nézték volna meg, így is lehet számolni. Szóval óriási siker lett volna, aki jut. A másik pedig az, aki a meseszerű a vége, mint a tieteknek, hogy ezt a kis mackós jelentet kihagyjuk, teljesen más lett. Tehát ilyen kétfenekű film, ez azért is tetszett a most látott ismétlésben, láttam már korábban is, néztem kétszer a Konyet. És egyetlen egy kérdésem van, hogy Keresemír helyett még kik jöttek szóba erre a szerepre? Bodrogi Gyulától kezdve, akkor még az Akárdi Gábor is megvolt, ő pont abban az évben, de hát aztán nagyon rosszul is halt is meg. Aztán... Károly nem volt? Nem, de... Jaj Istenem, még ütnek eszembe nevek a... Ki volt a stúdiókkal vezetője? Na, ezzel megfogtam. A stúdiókkal vezető. Igen, még oda ment elvittem. Valaki a... szinkron rendező. Nem sokat szinkronizál ő maga. Az Fodor Tamás, igen. Köszönjük szépen. Igen, köszi. Na, őt vittem neki a forgatókönyvet, tehát őt is. Tehát gyakorlatilag azért mindenkit megnéztünk, aki így idősebb volt. Tényleg, azt a generációt, igen. Akkor, aki élt és mozgott, mindenkit megnéztünk. És hát a nők közül a Margita Jági, ki volt még? Az igazság, hogy mivel... Tényleg iszonyú rég volt, én ezekre most nem tudok visszaemlékezni, hogy ki mindenki, de nagyon de Margita Jági volt az egyik befutó, arra emlékszem. Igen, ő sokáig benne igen. Volt a shortlistben. Egy dolgot, mert ugye itt nem csak a forgatókönyv íráskor volt, ez egy ilyen hosszas processzus, most például arra jutott eszembe, hogy ez a vége, ez mikor alakult ki. Ez már a forgatókönyvben is megvolt ez a kis farkinca csavar, vagy pedig ez csak később? Hát az utolsó változatban már igen, tehát ezt én nagyon szerettem volna, én szerettem a nyitott végű dolgokat, amikor az ember egy kicsit töprenket hazafele mellett, hogy most akkor mi is van. És mindenki egyébként a saját lelki alkatának megfelelő megoldással térhet nyugóra. Ez sokkal jobb, mint hogyha a rendező arra kötelezi a nézőt, hogy az ő verzióját. Mint egyetlen létezőt fogadjon el. Volt egy olyan, ami szintén szokatlan volt abban az időben, szerintem az ritkán fordult elő, amit csináltatok, hogy amikor már kész volt a film, akkor
hát ha nem is ilyen tesztvetítést csináltatok belőle, de azért egy-két ember volt tesztvetítés, de hogy volt, mert én arra emlékszem, hogy engem is hívtatok, hogy nézzem meg, és akkor gondolom mással is így leültetek beszélni a hogy például ez mit változtat? Mert volt egy, a legvégén, tehát az, hogy a Maci ül ott, az megvolt. De emlékezz vissza, hogy leforgattunk egy olyan jelenetet, amit a Szigligeti kikötőbe forgattunk. Volt még egy esős jelenet, igen. Ahol tulajdonképpen ott kellett volna a rendőrnőnek rájönnie, hogy, vagy elgondolkodni ezzel, hogy lehet, hogy ők túlélték. És az nem működött. És akkor csináltuk a tesztvetítést, mert nekünk nem tetszett. És akkor lett egy kórházi pótforgatás. És utána megírtuk ezt a kórházi részt, és akkor, igen, egy éjszaka leforgattuk. Igen, meg volt egy konkrétan hosszú jelenet, egy táncolós jelenet a terés és egy fiatal férfi között, azt úgy ahogy volt, kivettük, mert kiderült, hogy annak nem... Rossz szájízt adott az ő tisztaságuknak az a jelenet, és ezt úgy, ahogy van, kidobtuk, és ez is egy ilyen vetítés alkalmával merült, többen is jelezték, hogy hát ez azért rémetszes az a jelenet. És ezeket jó volt megfogadni egyébként, tényleg. Itt van egy kérdés. Én visszaszedni most kinyitni egy kicsikét itt a forgalmazási kérdésekhez, hogy mondtátok, hogy Csehországban is, meg Japánban is bemutatták ezt a filmet, hogy nektek mennyire kellett keresnetek így a forgalmazási lehetőségeket, vagy ez inkább fordítva történt-e is, hogy hogy lehetséges az, hogy legalábbis, hogy van erre valamilyen, nem is tudom ezt jól kimondani, de azt, ami most is keresik így a remake és a különböző újrai feldolgozási lehetőségeket, jogokat erre a filmre. Volt egy forgalmazó cég, a Hungaricom, és ők... Már nincs. Hát de most megint van állítólag, de egy időben megint. Nem volt. Nem tudom, ezt nem bírom követni, de az a lényeg, hogy ők forgalmazták ezt a filmet, és akkor tulajdonképpen ők ajánlottak, tehát ez egy szakma, hogy ezt hogy kell eladni. Aztán később pedig a film alaphoz került minden filmnek, ami elkészült, egyfajta ilyen utóélet elforgalmazási joga. És én nekem az az érzésem, hogy most a film alap egyébként az hajt is arra, hogy nála legyenek ezek a filmforgalmazási jogok, ami ne lehet tűnődni, hogy jó vagy rossz, de ez mindenképpen egy érdekes helyzet lesz, hogy nem dönthet el egy alkotócsoport, vagy egy producer nem dönthet önállóan erről a kérdésről, hogy például egy világforgalmazónak odaadja a teljes forgalmazási jogot, mert ebben már a filmalapnak lévén, hogy nagy arányban finanszíroz, tehát ők jogot formálnak arra, hogy beleszóljanak ebbe a kérdésbe is. Egyébként van ebben kapcsolatban tapasztalatotok, hogy a mostani szisztéma, hogy működik? Tehát erre már ti pályáztatok ebben az új rendszerben? Hát csak most a filmmarketen Berlinben láttuk, hogy ott is így működik, hogy nekik van tulajdonképpen standjuk, és ott jelennek meg a magyar filmek. De pályáztunk, tehát egy pár projektet ott fejlesztettünk, ugye itt egy három lépcsős pályázási rendszer van, forgatókönyvfejlesztés, előkészítés és gyártás. És hát a legszerencsésebb az, hogyha az ember forgatókönyvfejlesztéssel pályázik. Ugye a film alapnál fejlesztünk, tehát adnak egy fejlesztőt, aki segít nekünk, és ez mondjuk sok szempontból elég hasznos, tehát mindig lehet egy forgatókönyvet egy bizonyos szintig fejleszteni. Úgyhogy nekünk van egy közös filmünk, amiről ugye a Gábor is beszélt, hogy meghívták a Berlinale koprodukciós marketbe, ez egy elég rangos esemény, és nagyon örültünk neki. És hát ezen kívül még vannak más projektek, amiket fejlesztünk a film alapnál. És van most valami olyan, ami úgy néz ki, hogy elkötelehető, hogy valami lesz belőle? Hát remélem, hogy mindegyik. Hát ez a mi közös kis gyermekünk. Ez az írgázolós történet. Illetve Enyedi Ildikónak a Testről és lélekről című filmét most készítjük elő. És a terveink szerint azt nyáron forgatjuk. És hát ezek még vannak más projektek is, amik így fejlődgetnek. Szuper. Kérdés. Máté?
Kapcsolt be a mikrofon. Egyrészt kérdezném, hogy mennyi idő volt az előkészítés, meg a gyártás, meg az utómunkától. Másrészt megkíváncsoljuk, hogy most mondtad, hogy sok-sok évről rá tudtad nézőként nézni, hogy van-e valamelyik része, amit most úgy érzed, hogy máshogy csinálnál meg. Van egyébként, nem is egy, de ami tényleg pozitív élmény volt most ennyi év távlatából, hogy az egész dolog meg úgy mégis működni látszott. Tehát apróságok vannak, amiket másképp csinálnék, meg egy picit lehet, hogy még messzebb mennék, de azt nem tudom, jó lenne, csak ez volt az érzésem, hogy egyre inkább azokat a dolgokat szeretem mások filmjeiben is, amikor tényleg egy jelenetet hagynak a filmkészítők működni. Hogy a jelenet legyen jó. És mindig erre, tehát egyre inkább erre hajtok, hogy a jelenet működjön. Persze nagyon nem mindegy, hogy vesszük fel, de az akkor is legyen egy másodlagos kérdés. De először a jelenet működjön, és ne a plánozásra, a vágásritmusra és a zenére bízzuk a jelenet működését, hanem a jelenetre magára. Tehát ebben a dologban mennék talán még tovább, hogyha most mondjuk. Itt van olyan, ahol úgy érezted, hogy ez nem így volt? Volt egy-két egy pillanat, amikor az volt az érzésem, hogy ezt úgy megcsináltuk, de hogy így lehetett volna még természetesebbre, vagy hihetőbbre, vagy hétköznapibra, életszagúbra hagyni. Mert itt bennem valahogy az alakul az utóbbi években is folyamatosan, hogy egyre inkább az érdekel, ami még akkor is, hogyha most egy mese, de akkor is el kell higgyem. Egy emberileg el kell higgyem, igen. És tudsz mondani példát is, hogy mi jelenet, mely jelenetre gondolsz? De tudnék, csak tényleg most azért nem akarok ebbe belemenni, mert tényleg apró részletek is. És úgy alapvetően pedig tényleg annak örültem, hogy jó volt nézni. Annak mi is örültünk. Én egyébként a mai napig, tehát nem tudom, ez egy ilyen fura dolog, de nagyon meg lehet talán szeretni ezeket az embereket, és tényleg amikor az érzelmes jelenetek vannak, akkor ez furcsa, hogy az ember maga csinálta a filmet, és mégis így nézőként át tud élni dolgokat ennyi év távlatából, ez nagyon érdekes. Ja, az időre vonatkozó kérdésre valamelyik kérdés? Ja, igen, hogy mennyi ideig tartott az előkészítés. A forgatás az 30-valahány nap volt, az előkészítést, azt úgy emlékszem, hogy így elkezdtük ilyen február-március környékén, és nyáron kezdtünk forgatni, tehát az egy... De a forgatás is, ugye, mert vannak szünnapok, tehát az is azért egy olyan két hónap. Persze, a szünetekkel együtt. Tehát ilyen hatnapos heteket csináltunk meg. De volt olyan, hogy 3 napot pihentünk, de volt ilyen? Volt egy kényszerleállás is, meg volt pótforgatás is, tehát végül is igen, egy erős 2 hónap, és aztán egy intenzív 3 hónap vágás. És az előkészítés is azért egy jó pár hónap. Hát ez egy fél év, majdnem. És az írás meg már másfél év körül. Szóval az a helyzet, hogy én nem tudom, a Woody Allen hogy csinálja ezt. De egy 2 év rámegy egy ilyen filmre. Itt legalábbis ugye mi léptékünk elmérve. Ő minden évben dob egyet, de neki szerintem van egy elég ütős stábja, akik miközben az egyik vágódik már a másiknál, szerződtetik a szereplőket. De meg ő nagyon gyorsan ír. És azt mesélte valaki, aki ismeri közelebbről az ő munkamódszerét, hogy pokoli gyorsan ír forgatókönyve. Mert hát itt nálunk ezzel mennek el évek néha. Fejlesztés, ami nem baj, csak ez egy helyzet. Az a kérdésem, hogy a Joko jelenetei, amik nekem már az első egy-két alkalommal, amikor láttam a filmet, a legszimpatikusabbak és emlékezetesebbek voltak, azok mikor kerültek egyehol bele? Tehát eredetileg benne voltak, vagy... Volt egy, már a legelső történetben is volt egy kubai forradalmár cinkosa a főhősnek, ahová el lehetett bújni.
az akkor még egy színházban volt, ha jól emlékszem. Egy lepukkant üzemen kívüli színház. Ruhás volt egy színházban, és egy üres színház épületbe rejtőztek el az eredeti forgat, vagy hát irodalmi könyvben, nem is tudom, hogy mondjam ezt. Teljesen más karakter is volt, de volt. Tehát ez a figura létezett már a legelső változatban is. Szerintem nagyon sokat ad hozzá ez a rejtett kommunista nosztalgia, meg kis rendszer ellenség a jelenlegi rendszer ellen, amit itt hárman külön képviselnek. Igen, a kriptokommunizmus. Mondjuk őt is sokáig kerestük. Igen, de valahogy aztán beugrott, hogy... Tehát őt például nem nagyon próbáltattuk, hanem őt eléggé biztosan tudtuk, hogy ő jó lesz. Meg technikailag sem nagyon lehetett őt ide rángatni Szófiából, csak úgy. És csodálatos, mert ő úgy dolgozott, és már sajnos múlt időben, hogy ugye van egy hölgy, egy magyar hölgy, akiben ő maximálisan megbízik. Ő az ő asszisztense, jobb keze, tolmácsa, mindene, a Magyarországon dolgozik. És minden egyes instrukciót úgy kellett elmondanom, hogy ő is hallja, és ők ezt a saját nyelvükön megbeszélték, és ha visszakérdezett, azt is. Mert tudott ő egyébként elég jó magyarul, de annyira nem akar tudni magyarul, hogy nehogy félreértsen valamit. Ő is rendkívül, de rendkívül komoly összpontosítással dolgozott, tiszteletek parancsoló figura volt, az öreg Bika. Jó, hát én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon örülünk, hogy láthattuk a filmet, meg beszélgethettünk róla, és akkor még egy nagy tapsot kérünk az alkotóknak. Köszönöm szépen!